mert Balázs olasz gasztronómiai élményéről mesélünk, akkor szerintem ez mindenképpen hozzátartozik egy nagyon fontos megfigyelésem, hogy... nem tudok úgy beszélni kamerában, hogy a velem szemben rölgnek. Nagy köszönettel szeretek mindenkit! Ciao a tutti! Én Tarnóci Balázs vagyok, ez pedig a Mi a mai menü, Mi a mi menü 8. része! I think the coolest thing here in Val di Sole is absolutely the snow. During the winter time, any kind of sports related to the snow is really cool, like skiing, snowboarding, going to have an excursion with snow shoes, and also play with the snow. I have two small children and they love to have a lot of snow here. So when I'm coming to visit Val di Sole. Azt nem ígérhetem, hogy a klasszikus értelembe vett menüzős helyeket fogom tudni bemutatni nektek innen, azt viszont igen, hogy nagyon különlegeseket fogunk enni, és igyekszem a lehető legtöbbet megtudni ezekről az ételekről. Mert hogy aki látta az előző részt, az biztosan tudja, hogy az RTL Klub Havazin című műsorának jóvoltából volt szerencsém kijutni Val di Soléba, a napfény völgyébe, Olaszországba, ahol Kogolóban, a Leading Nature and Wellness Resort Spa Christianiában, egy 4 csillagos szállodában szálltunk meg, ami számomra azért volt különleges alkalom, mert viszonylag ritkán van szerencsém megszállni ilyen helyen. Az esetek 90%-ában inkább a sátrat szoktam választani, itt viszont akkora hó volt, hogy egész egyszerűen nem találtam volna neki normális helyet lerakni. Volt egy csomó dolog, amit egyszerű fejjel nem tudtam hová tenni, ugyanakkor nagyon szórakoztatott, például a ledfénnyel megvilágított műkandalló, vagy az a 6 fogásos gála vacsora, amivel ott tartózkodásunk kezdődött. Ez egy állófogadással indult, ahol nasit szolgáltak fel, illetve barackklével kevert triple szeket, ami amúgy egész finom volt. Dei desideri, l'aria che di notte manca ai tuoi respiri, la colla che rallenta ogni tuo movimento, il sole che di giorno illumina la tua ombra, se preferisci il rovescio di ciò che sembra. Az első vacsoránkat kezdjük meg, most az előételt hozták ki, ami mint úgy látszik a tócsninak egy olasz megfelelője. Azt mondták, hogy egy helyi specialitás, ők is krumplit kevernek liszttel, illetve egyéb fűszerekkel, és hát látszólag tejföllel, vagy valamilyen tejfölszerű krémmel tálalták. Lássunk hozzá! Mivel 5. országban eszem már különböző válfajait a tócsninak, nagyon érdekel, hogy hányféle létezik, úgyhogy kérlek írjátok meg kommentbe, ti mennyit ismertek. A második fogás peksonka volt, egy sajtos, almás, diós, olívaolajos salátával. Ezt követte egy nagyon olaszos erdei gombás risotto, amiben érdekes módon egy kicsit keményebbre volt főzve a rizs. Majd haladva tovább a klasszikus olasz vonalon egy töltött tészta volt, ricottával töltött, sárga borsó szósszal elkészített tortellini szerűség, és még csak ezután jött a szűzpecsenye tepsiben sült krumplival és egy ropogós fűszer gazdag töltött sült paradicsommal. Aki pedig ezek után éhen maradt, válogathatott a desszertekből, amik közül a kedvencem a vaníliával töltött pannakotta bombon volt csoki lábon. Itt vagyunk a Refugio Capanna Presenába, 2976 méteren, éppen túl vagyok egy fantasztikus gulyáslevesen, nyilván mivel Olaszországban vagyok, gulyást fogok enni, amúgy finom volt, tehát hogy tudják, hogy mitől döglik a gulyás. És most a második fogásnak egy kis polentás, erdei gombás, szarvas pörköltet kaptam. Hol máshol jó a szarvas, hanem a hegyekben, az erdőből. Cartoline dal mare bello, mi metto il cappello, ma l'ombra non c'è. Cartoline ormai sbiadite al sole delle tabaccherie. Cartoline di tette di culi e frasi ad effetto che tornano su. Cartoline a forma di cuore perché in amore spendiamo di più. Thank you.
Na hát, mivel utolsó pillanatban sikerült esős szereznem egy fürdőnadrágot, ugyanis azt elfelejtettem hozni magammal, kipróbálhatjuk a szállodának a wellness részlegét is, úgyhogy csobbanjunk egyet. Hoppá! Personal rekordot döntöttél 4 másodperccel. Gyönyörű. Csodálatos teljesítmény volt. Frasi, milioni di fiori e tornare da te, svuotare vasetti di marmellatine, svegliarmi al mattino e girarmi di là. Jó, azt azért el kell mondani, hogy piszok jó dolgunk volt, minden nap előre választhattunk egy 5 fogásos vacsorát több variációból, és minden étel a helyi termelőknek a terményeiből és állataiból készült. Az első fogás mindig büfé volt, a második pedig leves. A második nap egy sütőtök krémlevest kaptam, és mint látjátok, az egy amaretti kex benne. Ezt követte egy bolonyai szószos olasz penne-szerűség, bár tudnám az olasz nevét, majd jött egy sertéspecsenyek kapros barna szósszal, és egy bár tudnám a receptjét krumpli chipszel, hozzáteszem a másik krumpli, amit látok, annyira nem volt megfőve. Viszont a rétestől dobtam egy hátast, és így az 5-6 fogásos vacsorák élménye után kezdem már érteni, hogy miért vannak olyan kis adagok. A harmadik napi levesünknek az idesanyám krémlevese nevet adnám, ami gyakorlatilag minden finom és egészséges összetrájbolva. Túl vagyunk egy iszonyat különleges fogáson, spenótos nyokkit ettünk. Én először arra számítottam, hogy itt a spenót majd a nyokira rátekeredve fog. Ellenben itt a nyoki tésztájába gyúrták be, és egy nagyon különleges kombót alkotott. Szárított speksonka vagy tetején, és iszonyatosan finom vagy, és olvasztott vaj, fokhagymás? Olvasztott fokhagymás vaj parmezánnal agyon buhantva. Buhantva? Miket tanulok ma tőled? Azért mondják, hogy buhantva, mert ilyenkor egy ilyen maréknyi dolognak az egyszerre elengedéséről van szó, hogy így, mellettem van Barát Levente. Mixtrém, így van. Kövessétek a csatornáját. Honnan is posztolsz felvételeket? Most megy az izlandi utazás. Aztán megyünk Madeirára. Na, úgyhogy izgalmas felvételekért kattintsatok majd Mixtrémre. Voltunk egy helyi üzletben összegyűjteni helyi söröket, mert hogy a helyi gasztronómiának vaskos része a sör is. Igyekeztem olyanokat válogatni, amiket Magyarországon nem olyan gyakran találni. Kezdjük például ezzel a forsttal, ezt itt készítik valahol a környéken, itt a Dolomitokban pedig azért elég tiszta forrásvizet találni, úgyhogy nekem jó előérzetem van. First try! Mondjuk azért meg kell mondjam, hogy a hotel minibárja nem hozza azt a teljesítményt, amit egy sör megkívánna. Hát akkor essünk ertet. Egészség. Igazából meglepően telt az íze ahhoz képest. Így van. Mennyire áttetsző. Erőteljes. Leginkább ilyen pilzeni típusúhoz tudnám hasonlítani. Ez a igen. Pilzeni keserűség van az utó ízében. Na de nézzük a következő fogást. Angelo Poretti Lager. Úgy szintén, ugye az is Lager volt. Igen, igen, Lager. Na, ez már inkább hasonlít a pezsgőre. Ha bármit kóstoltok, igazán akkor tudsz valamit összehasonlítani, amikor egymás után kóstolod. Ez mintha... Sörök Pepsi-je gyakorlatilag. Ugye az a B opció, amikor elfogyott az A. Megláttam egy valamit, ami nem tudom, hogy nekem egyértelmű, de lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, és tök érdekes. Egy nagy üvegsör, 66 cent. Nálunk fél liter, itt 66 cent. Van, ahol 0,71, azt hiszem, vagy 73, hogy mennyire más a mértékegység, hogy egy nagy sör 6,5 deci. Na de nézzük is a harmadik sört. Birra Moretti, egy kedves túravezető kollégámmal csak Moretti felügyelőnek szoktuk becézni. Már nem emlékszem arra, volt egy sorozat így a 80-as évekből maradt ránk a 90-es években. Nem tudom, de valami ilyen hangzású felügyelő volt benne. Aki látta a Torrentét például, ez pont óra 59-kor készült ez a kép. Én ezt a sört most másik két sörrel összehasonlítva is szeretni fogom. Nem mehet 5% felé. Meg kell mondjam, hogy a három sört összehasonlítva nálam ez a nyerő. Nekem is, de azért, mert itt vagyunk Olaszországban, és ezt olasznak érzem. Tehát az első, amit kóstoltunk, bármennyire is itt készítik, nekem a cseh ízvilágot hozta, ez pedig
ez pedig olasz. Nagyon örülök, hogy veled kóstolhattam most ezeket a söröket, mert egy olyan megvilágításba helyezted őket, ahonnan eddig nem vizsgáltam a söröket. Ennyi volt a Mi a mai menü, Mi a mi menü mára. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, és borzasztó hálás vagyok a Havazinnak, hogy kihozott erre a gyönyörű helyre. Tartsatok velem legközelebb is, ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, osszátok meg, és iratkozzatok fel a csatornámra, majd nyomjátok meg a kis harangot, hogyha szeretnétek értesítéseket kapni a következő videókról. Sziasztok! Sziasztok!